Holnap hallgatják meg a Nikolai Csuk kijelölt kormányfő által javasolt miniszterjelölteket. Erről szombaton döntött a Szenátus és a Képviselőház összevont házbizottsága. Csuk bejelentette, elkészült a kormányprogram és bízik abban, hogy az általa vezetett kabinet megkapja a beiktatáshoz szükséges szavazatszámot. Nikolai Csuk kijelölt miniszterelnök szombaton jelentette be, hogy a parlament elé terjesztette a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. Elmondta, a kormányprogram minden egyes fejezete reformintézkedéseket tartalmaz. Az első fejezet az egészségügyi minisztériumra és az egészségügyi intézkedésekre összpontosít, a második fejezet pedig az energiaárakra, majd következik a többi minisztérium felelőssége. Bízom abban, hogy ezzel a kormányprogrammal folytatni tudjuk az elkezdett munkát. A kormányprogram egyébként nem teljesen új, a korábbi programmal folytatólagosan az országos helyreállítási tervvel összhangba hozva dolgoztuk ki. Arra az újságírói kérdése, hogy mely pártok támogatására számít a parlamentben, Csuka úgy fogalmazott, nem vonatkoztathatunk el a számoktól, de meggyőződésem, hogy a kormány jelenlegi formájában, a jelenlegi programjával össze fogja gyűjteni a szükséges minimális szavazatot. A kijelölt kormányfő által javasolt miniszterjelölteket kedden hallgatják meg a parlamentben, a törvényhozói testület szerdán szavaz a kormány beiktatásáról.